Olvasom a Róma emelékhez írt Páli levél első részéből a 8. verstől a 15. versig terjedő szakaszt. Először hálát adok az én Istenemnek a Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van. Mert bizonyságom nekem az Isten, kinek lelkem szerint szolgálok az ő fiának evangéliumában, hogy szüntelen emlékezem felőletek. Imádkozásaimban mindenkor könyörögvén, vaj, ha egyszer már jó szerencsés út adódnék nekem Istennek akaratából, hogy hozzátok mehessek. Mert kínvállak titeket látni, hogy valami lelki ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre. Azaz, hogy együtt felbuzduljunk ti nálatok egymás hite által, a tiétek meg az enyém által. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy én gyakran elvégeztem magamba, hogy elmegyek hozzátok. De mindez ideig megakadályoztattam, hogy köztetek is nyerjek valami lelki gyümölcsöt, mint a többi pogányok között is. Mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak köteles vagyok. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok nektek is, akik Rómába vagytok, az evangéliumot hirdetni. Vannak dolgok, amikkel nem tudok egy lenni. Ilyen például, hogy soha többet nem lehetne pogánynak nevezni azt, akit Jézus Krisztusban az élő Isten nyilvánvaló módon Isten fiúságra teremtett. Nem lehet különbséget tenni a Jézus Krisztusban újjászült emberek között, akikben a Krisztus lelke lakozik, és a jövendő világ erőiben részesültek, nem lehet lepogányozni. A honnan jöttetek, honnan lettetek az Isten kegyelmébe tartozók, soha nem mértékegysége semminek. Az, hogy a mai látásmód szerint pogányoznak meg zsidóznak, ez olyan távol áll az Isten országa gyerekeinek a belső rendjétől, ott az Istennel foglalkozunk. Ott az örök üdvösségnek ajándékaival foglalkozunk. Ott az Istennek való engedelmességgel foglalkozunk, hogy itt ebben a világban, ahol kőkemény pogány az a zsidó ember, aki nem fogadja el a Krisztust, az Isten Krisztusát megváltónak és az egész mindenség urának. Ugyanolyan pogány ember, aki nem zsidónak született, hanem bármilyen más nációhoz, nemzetséghez. Nem szeretem azt a fajta megjelölést, amelyik a múlt alapján jelöli a jelen megváltott emberét. Ezt csak úgy előre bocsátom. Ugyanakkor figyeljétek, azt mondja Pál, hálát adok ti értetek az én Istenemnek, a Jézus Krisztus által, a ti hiteteknek az egész világon híre van. Ezért hálás az apostolnak a szíve, mert bizonyságom nekem az Isten, kinek lelkem szerint szolgálok az ő fiának evangéliumában. Megint egy bevezető megjegyzés csupán, hogy akinek szolgálok a Jézus Krisztus fiának evangéliumában. Kérem, sokfajta szolgálat van, de az Istennek való szolgálat az a Jézus Krisztus fiának evangéliumában történő szolgálat. Ez az, aminek mennyei gyümölcsei lesznek. Ez az, ami a gyűjtésre méltó, hogy teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöket. Hol? A Krisztus evangéliumában való szolgálatban és a szolgálat által. Neki terem a lelkem, az újjászült életem, az Isten dicsőségét hirdeti, emeli, és ebben van az én szolgálatom. Azt mondja Pál, hogy Jézus Krisztus által adok hálát Istennek. Tudjátok, a hálaadás nem azonos a köszönömmel. Nagyon sokan azt kérdezték egyszer, hogy tessék mondani, mi a különbség? Hát az, hogy köszönöm, az nem hálaadás. Nem, a köszönöm, az köszönöm. Az valami Istentől rendelt dolognak egy csodálatos véghezvitele,
vagy egy isteni mentő szolgálatnak a nyilvánvalóvá létele, megköszönöm az életemet, a kegyelmet, a bocsánatot, a köszönöm, az egy alaphangja a hitnek, mert nem tartozik Isten nekem semmivel, mégis úgy döntött, hogy a Jézus Krisztusban kegyelmet kapok, és ez az ő szerelme, kegyelme, hatalma, ezt köszönöm. A hálaadás egészen más, sokkal több. Egy működő, élő erő, és hadd mondjam nektek, sokan megbotránkoztak, mikor először hallották tőlem, élő erő a felejtés ellen. Óriási küzdelmet vív a Zsoltáros. Én lelkem, el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Olvassátok végig. A hálavesztés ellen működő erő a hálaadás. A hálavesztés ellen. Mit köszönjek neki? Miért kéne hálásnak lennem? Tudjátok, a hálás szív az egy Isten által gondozó, szolgáló léleknek a frissessége. Az evangélium szolgálatába álló életnek valami csodálatos frissessége, hogy megemlékezem mind azokról az emberekről, lelkekről, szituációkról, amelyekben az Isten szabadító munkája felragyogott vagy feltetszett. Megemlékezem emberekről, lelki közösségekről, ahonnan szent híreket lehet hallani, és akiknek a jó híre az egész világon azért terjedhet el, mert akik hálásak Istennek, azok terjesztik a jó hírt. Mely nagy dolgokat cselekedett az Úr? A Jézus Krisztus által. Egy sereg embernek annyira üres az élete, eljut odáig, ha valami történik, hogy megköszöni, de hálával nem telik meg a szíve, a lelke és a nyelve. Nincs hála. Amikor hálát adok a Jézus Krisztusban, hogy a ti hiteteknek híre van, az ember életeket ez élteti, akit Isten megszabadított, megváltott, életre szentelt a fiúságban, ezekről gondolkodom. Sokszor végigveszem, tudjátok, az elmúlt 50 évnek azokat a találkozóit, ahol ember lelkekkel találkoztam. És újból földgyullad a hála, és megszületik bennem a hála éneke. Tudatosan emlékezem, és köszönök meg megtéréseket, lelkeket, életeket, már amelyikről tudok, meg amit emlékezetbe tudok idézni. De úgy teli tudja tölteni az Úr a bizonyságnak e hatalmas felhőjével az ember szívét és lelkét. Nem üres az, és nem egyszerű köszönöm a köszönöm. A hálaadásnak másodszor hála áldozata van. A hála áldozat az, hogy nem magamról gondolkodom már, hanem a viszonyról, hogy úgy szeretnélek látni. Tudjátok, onnan lehet látni egy gyülekezetben, hogy milyen léptékű a közösség élete, hogy hány ember vágyakozik a többiek után. Lesz-e hangja, lesz-e imádsága, lesz-e imádságban való hordozása, és lesz-e ennek megnyilatkozása afelé is, akifelé vágyam van, hogy a Krisztus Jézusban ajándékot közölhessek veled, és a bennetek lévő isteni erő és kegyelem ajándékai által meggazdagítsatok engem, fölgerjedve közösen az Úristen szerelmére, tiszteletére, és közben egymás lelke által is épülve. A mai közösségeknek egy-egy maroknyi része ismeri csak ezt a fajta életet. A hálát, a hála áldozatot, a kívánást, hogy fölgerjedjünk együtt, és adjunk az Úrnak dicsőséget, és lelki gyümölcsöt teremhessünk a bennünk lévő élő bizonyságokkal, és életet vegyünk rajtatok keresztül is a bennetek lévő léleknek bizonyságtételeivel. Testvér, az igazi testvér keresi a testvér társaságát. Harmadszor, a hálás embert szent tervezésben tartja az Isten, és az ő lelkének szent szervezésében, hogy összekötözze a szeretetnek különböző
láncaival, jegyeivel, csodálatos munkát végezve, egymás lelke után vágyakozva, egymás lelkéért már hálát adva. A hit mennyei erőkben épül, tisztul és nyer hála erőt, Krisztus előtt feltárt és kért egybeszerkesztéseknek a megbizonyításában olyan csodálatos haladni hazafelé, hogy egyre több testvér van a szívembe, és élnek elevenen a gondolatomba és az imádságomba. Végül pedig Isten hatalma, Krisztus evangéliuma minden hívőnek üdvösségére. Isten igazsága jelenteti ki abban hitből hitbe. Kérem, nem lehet csak személyes. Hitből hitbe. Ez a lelki gyümölcs, ami terem a másiktól majd az én szívembe, és az én szívem erejéből a másik szívébe. Az egy közösségbe vágyakozásnak ez a szent értelme. Kérlek, keresétek egymást, ti gyermekei az Istennek, hisz áldást parancsolt mellétek az Isten. Amen.